Nyíregyházán az elmúlt évtizedben nagyszabású zöld felületfejlesztés valósult meg, parkok, közterületek újultak meg. Kiemelt figyelmet kapott a polgármesteri fásítási program, melynek köszönhetően több ezer fával gazdagodott a város. Szerda délután 5 darab kis levelőhásot ültettek el a Malomkertben, a Szántó Kovács János utcai játszótéren. Nagyon örülünk ennek a lehetőségnek, hisz azért a fák az egészségmegőrzésben kulcs szerepet játszanak. A fa, port, zajt szűr ki, és nem utolsó sorban a levegőt tisztítja, illetve hát egy csodaszép, egy zöld felület, egy zöld fa. És én azt hiszem, hogy körbenézünk ezen a város részen, hát egy nagyon szép terület. Itt a maga futókörével, kondiparkjával, illetve egy jobbra itt van mellettünk a játszótér, egy üde színfolt ennek a város résznek. És eddig is voltak fáink, nagyon szépek, és ezzel az 5 fával pedig még szebbé tehetjük ezt a környezetet. A Szántó Kovács János utcával együtt idén ősszel 25 helyszínt érintően újabb 130 facsemetével lesznek gazdagabbak városunk zöld felületei. A polgármesteri fásítási program 2018. októberében indult. Itt visszatekintek azért az elmúlt bő 10 évben, most már van mire hátra nézni. Ugye kezdtük azzal, hogy a hiányzó fákat pótolni. Aztán gondoltunk arra, hogy fasorok legyenek. Tehát egy fa, mert volt olyan utca 3-4 félre, és nem is mindig odaillő. Aztán kinéztünk közterületeket. Például a két ikonikus parkunkat, a Bessenyei Bencúr teret, amiből lett a kulturális negyed, de mondhatnám a Bújtosi Városligetet, a Pazonyi tér, a Sóstó, a tó környéke, most legújabban a barnamezős beruházásunk a Tiszavasvári úton, az Újkert városban egy csodálatos pihenőpark lesz, a napokban elkészül, 332 fa lesz elültetve, több mint 13 000 cserje, és 72 000 négyzetméter füvesítés. Én azt gondolom, hogy ez sokat jelent, de az is, hogy ezt egy komplex programba foglaltuk, ahogy szoktuk, tehát itt is ugye padok létesültek, itt a Szántó Kovács János utca, és játszóterek megújultak, több mint 100 játszótér van már Nyíregyházán, és hát figyelünk arra, hogy ezek meg is maradjanak. Dr. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere azt is elmondta, a környezetvédelmet és a környezetfejlesztést közös ügynek tekinti, hiszen ezek olyan jövőbe mutató tevékenységek, amelyeket a következő generációkért, a most született gyermekekért végeznek. Úgy fogalmazott, Nyíregyháza a fejlesztések, a jövő városa, az önkormányzat pedig azon dolgozik, hogy még zöldebb, egészségesebb és szebb környezetben élhessenek a nyíregyháziak.